Születésének 250. évfordulóján a magyar kertörökség legszebb emlékeit felvillantva tiszteleg a kiállítás a magyar táj és az anglus kert szerelmese Kazinczy Ferenc emléke előtt. A bemutatott anyagot a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat jogelődjének táj- és kertépítészeti osztálya készítette. Dr. Szikra Éva táj- és kertépítészmérnök, kerttörténész, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal osztályvezetője nyitotta meg a kiállítást. Kazinczy pont abban az időszakban élt, amikor egy óriási változás történt a kertművészetben, mégpedig a korábbi szabályos, feszes, geometrikus barokk kertekkel szembe egy új stílus irányzat, a tájképi vagy angol kerteknek a divatja vonult végig Európában, Angliában is furcsa módon először írók, festők voltak azok, akik ennek az új irányzatnak a szószólói voltak, és tulajdonképpen csak később került ez a szakmának, tehát a kertészeknek a figyelmébe. Utazásai során meglátogatta a híres kerteket Kazinczy, sokszor le is rajzolta azokat, illetve kritikai jegyzeteket is fűzött hozzá, ez kerttörténeti szempontból rendkívül érdekes forrásnak számít. Kazinczy jóval korát meghaladva egy egészen különleges figura volt, aki tulajdonképpen a mi szűkebb szakterületünknek, a tájépítészetnek rájött nagyon korán a mélységeire és arra a széles spektrumra is, hogy mi minden tartozhat abba, hogy tájépítészet. Tehát ebbe igenis beletartozik az a tájszemlélet, ahogy ő ezeket az általa meglátogatott, meg természetesen hát a szűkebb hazájának a Zemplénnek a vidékeit leírta. Kazinczy egykori kertje elvadult, elpusztult. Most a Magyar Nyelv Múzeuma áll a helyén, melynek környezetét az építész és a kertépítész igyekszik úgy alakítani, hogy felidézze az egykori anglus kertet.